A mai videóban az új személypúdereimet fogom kipróbálni. Ezek olasz márkájú személypúderek, aminek a neve az, hogy Nabla. Nem tudom egyébként, hogy kell kimondani. Most találkoztam vele először. Szerintem nagyon-nagyon szuperek. Ez a négy nagyobbik szín az. Egy ilyen középárkategóriás termék, tehát nem olyan drága. Szerintem tökre belefér. Nagyon-nagyon jó minőségűek. Úgyhogy aki nem akar 5-6 ezer forintért meg személypúdert venni, ami ugye kisebb, akkor vegyen ilyet, ami olyan 2300 forintba került egy darab, azt hiszem. És a szememem most kettő, a lilás, illetve ez az ezüstös, rajta van. Úgyhogy ezt a sminket azért készítettem el, hogy megmutassam nektek, hogy szuper állnak ezek az új személypúderek. Aki nagyon ilyen állatvédő típus, és olyan terméket szeretne, ami cruelty free, tehát nem vettek részt állatkísérletekben, akkor szintén megvásárolhatja ezt, ugyanis ez egy olyan termék. Szóval, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy készítettem el ezt a sminket, és hogy szuper állnak az új Nabla szemhéjpúderek, akkor nézzétek meg a videót. Ha tetszik a videó, vagy kíváncsiak vagytok további videókat tőlem, akkor mindenképp iratkozzatok föl itt alul, és találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy velem tartatok. Sziasztok! A MAC Pro Longwear korrektorát fogom személy alapként használni. Alapozó már van az arcomon, úgyhogy azon már túl vagyok, most csak a szemsminket fogom elkészíteni. Hát igazából ezeket a színeket fogom használni, ami a palettában van. Ez a négy darab az új Nabla személypúderek, és ebből fogok valamit kreálni. Ezzel a színen fogok kezdeni. A mélyítővonal feletti részbe fogom felvinni. Jól satírozzátok el. A szemöldök csontra most egy matt színt fogok fölvinni. Ezt a színt. Ez a Heaven, a Too Faced palettából. És egy ilyen ecsettel fogom, egy ilyen satírozó ecsettel fogom fölvinni. Ezzel is egy picit össze fogom satírozni az előző színnel. Így még szebb lesz az átmenetünk. Picit halványítom is az előző szín. Ezután ezt a lilás, májves színt fogom használni. Ez már egy Nabla személypúder. És először egy ilyen kis kúpos ecsettel viszem föl. A mozgó személyre fogom ezt már fölvinni, de először is egy picit megalapozom itt a mélyítővonalnál, illetve a külső területen. A mozgó személyem közepét ugyanis szeretném kihagyni. Külső területekhez természetesen ragaszthattok celluxot, de utána is meg tudjuk majd oldani. Visszatérek a satírozó ecsethez, és a széleket eldolgozom. Tehát ezt az ezüst színt fogom fölvinni. Nagyon-nagyon pigmentált, nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ez fog felkerülni a mozgó személy középső részére, mégpedig egy ilyen pici lapos ecsettel, ami egy picit tömöttebb, és koncentráltan próbálom felvinni, hogy jó erős legyen.
Ezután visszatérek az előző kúpos ecsethez, amivel a lilát felvittem, és ahol az ezüstnek a szélei vannak, ott egy picit eldolgozom. Hogy minél inkább átmenetesnek tűnjön a kettő szín közötti váltás. Tulajdonképpen az ezüst így egy picit szétterül a szemhéjon, és sokkal szebb lesz a végeredmény. Satírozó ecsettel ismét eldolgozom itt a széleket. Ha ezzel meg vagyok, akkor előveszem a filces szemhéjtust, és csak utána fogom itt a széleket egyenesre törölgetni, mert akkor a szemhéjtussal is, hogyha esetleg hibázok, akkor ezt a hibát el tudom tüntetni. És akkor most fogok igazítani a széleken, mégpedig úgy, hogy egy vattára micellás vizet fogok tenni. Most előveszem a satírozó ecsetet, és még egy picit a szélénél így elsatírozom. Hogy ugye ne legyen egy ilyen levágott vonalas műbe. Korrektort viszek föl az alsó területekre. Ezzel szintén tudjátok még tisztogatni azt a területet, ahol az előbb micellás vízzel törölgettetek. Most csak a szemem alá viszek föl korrektort, mert nem fogok kontúrozni. Nedves Beauty Blenderrel dolgozom el. Ezt a területet én egy mattító púderrel fixálom egy picit, mégpedig ezzel, amiben már alig van, de azért még van egy pici benne. És egy ilyen nagy kúpos ecsettel fixálom. Ezután jött az alsó szempillantő. Először ezt az ezüstös színt fogom fölvinni az alsó szempillák közepéhez, szinte ugyanarra a területre, ahova az ezüstöt vittem fel fölül, és ugyanezzel az ecsettel viszem föl. Ezt felvittem, még mindig ugyanezzel az ecsettel fogom a lila színt felvinni a szélekre. Nyilván picit össze fog mosulni a kettő, de ettől nem kell megijedni. Sőt, egy picit át is húzom az ezüstös részt is. Mert ugye így lesz meg a megfelelő átmenet. Ugye főpiszkálóval picit itt eldolgozom, hogy ne legyen túlságosan len. Szóval, hogy ne nézzek ki úgy, mintha beverték volna a szememet. Ezután a NYX fekete szemzörüzelyet fogom használni. Egyébként a NYX-nek ez a szemszerűzája nagyon-nagyon tartós. Úgyhogy, ha tartós szemszerűzát kerestek, akkor próbáljátok ki mindenképpen.
ezután jöhet a szempilla spirál. Most is kettőt fogok felvinni, mert ennek a kettőnek a kombinációja nekem nagyon jól bevált. Szóval ez a két smink, a két szemsmink, hogyha nem raktok fel műszempillát, de mostanában annyira gyakorlós fázisban vagyok, hogy én teszek föl műszempillát is. Szemsmink ezzel kész van, úgyhogy áttérhetünk az arcomra. Mint említettem, én most nem fogok kontúrozni. És megint a személypúdert, ezt a kettőt fogom használni bronzosítóként, mert annyira gyönyörű, hideg, hűvös, hűvös-barna színük van, hogy egyszerűen imádom. Jobb, mint bármelyik bronzosítom. Egyébként, bár egy szemhéjpúder egész nap kitart. Tehát még este is látszik a bronzosítás. Highlighterként most ezzel az Essence krémes highlighterrel fogok megpróbálkozni. Nem tudom, mennyire fog látszani. Belső szemzugokba is, és mivel krémes, én most egy ajak kontúra, illetve egy ajak ecsettel fogok próbálkozni. Oké, és itt picit az ajkaim felé is viszek fel. Próbálkozom ezzel a Lime Crime Cashmere folyékony rúzzsal. Ez egy matra száradó rúzs. És most, amíg nem szárad teljesen matra, addig fogok fölvinni rá ebből a világos mekrúzsból, az ujjammal. A még szebb finish érdekében fújok egy kis fix pászt az arcomra. Szóval ez az egyik rúzs kombináció. De nekem így nem annyira tetszik így. Úgyhogy maradok a jól bevált rózsaszínes rúzsnál. Nem lehetett engem kirobbantani ebből a rúzs függőségből, mint hogy erre az egyre vagyok ráfüggve. Megdobom a rúst. Na, hát nekem így jobban tetszik. Szóval íme a kész végeredmény.